az Egyesületünk igyekszik mindig aktuális témákhoz nyúlni, aminek valamilyen módon évfordulója van, vagy apropója van, úgyhogy ezért választottuk ezt a témát, de egyébként is török korral foglalkozik elsősorban a csapat, úgyhogy nagyon egyértelmű volt, hogy 2016-ban ezzel kell előrukkolnunk. Az előkészületek már másfél éve zajlottak. Egy teljesen új technológiát választottunk, eltértünk az eddigitől, de abban nem, hogy továbbra is egy nagyon modern számítógépes játékmotorját használtuk fel a filmkészítéshez, ami egyébként egyben azt is jelenti, hogy ebből a filmből, illetve az alapanyagából bármikor lehet számítógépes játékot is készíteni. Egyébként viszont nagyon rövid idő volt magára a film elkészítésére, mindösszesen egy röpke 4 hónap állt rendelkezésünkre, hogy elkészítsük, de hála az égnek sikerült, megnyertük a csatát és elkészültünk vele időben. Hála az égnek, ez számomra a legnagyobb öröm, hogy az emlékbizottság volt annyira modern gondolkodású, hogy úgy döntött, hogy azonnal rakjuk föl az internetre, mindenki számára elérhető módon. Az Egyesületünknek egyébként is évek óta ez a stratégiája, azért készítjük, hogy minél több fiatal, diák és műértő felnőtt azonnal hozzányúlhasson és hozzájuthasson a filmhez, úgyhogy holnap már a YouTube-on megtekinthető lesz.